A hatékony márkaépítés és marketing érdekében másfél év előkészítő munka után december 22-én 5 helyi turisztikai destinációs menedzsment részvételével megalakult a Tokaj-Zemplén Abaúj térségi TDM Nonprofit Kft. Ennek kimondott célja az, hogy a mi térségünket, ezt a Tokaj-hegyalja, Zemplén-Abaúji régiókat elvigye egy messzebbi piacra. Jobban látható ugye távolról egy ilyen térség, mint hogyha egyenként próbálkoznak a kis helyi irodák. Tehát kimondottan marketing szervező, marketing készítő feladata van ennek. Az új társaság számos ponton igyekszik egységesíteni a térség turisztikai arculatát. Például az arculati elemeket úgy összehangolni, hogyha valaki ide ér, a mi térségünkbe ide érkezik vendégként, elmegy Tokajba bort kóstolni, eljön Sátoraljóhelyébe a kalandparkra, parkba, eljön Sárospatakra a fürdőbe, akkor azt láthassa, hogy valami miatt ezek mégiscsak együvé tartoznak, van egy közös rendező elv, ami ezeket a turisztikai látnivalókat, ezeket a turisztikai szolgáltatásokat közösen mozgatja. A közös munkát, fejlődést hosszú ideig igyekeztek megteremteni. Az új Nonprofit Kft. Megalakulása új lendületet adhat a térségnek. És valóban a mi térségünket egy nagyon komoly összefogással tudjuk elvinni távolabbi vidékekre, és reményeink szerint minél több vendéget és vendégészakát töltetni, és vendéget idehozni a mi térségünkbe. A központ Sárospatak lesz, ezen belül is az Újbástya rendezvénycentrum. A Sárospatak önkormányzata felismerte azt a lehetőséget, hogy a térségi TDM-mel, illetve a turizmussal, a térségi turizmussal sokkal inkább foglalkozni kellene, mint ahogy ez eddig történt, és ez év májusában született egy olyan egyesületi, majd önkormányzati döntés, hogy az Újbástya épületét felajánlja ingyenesen, térítésmentesen a most megalakult térségi TDM Kft. Számára. A megalakuláskor elhangzott még, hogy több mint 100 településen közel 1500 turisztikai szolgáltatót képvisel az új társaság.